Egyelőre óriási csata a pályán. Ez a kiugratás viszont jónak tűnik. Kapus zicserben, kapus emeli át, és megvan a vezetés! Gyönyörű volt a kiugratás, és kapus Barnabás gólja sem különben. Szintén szépségdíjas. Hamar tehát megvan a vezetés, 1-0 a mérkőzés állása. Ez így még jó lehet, sőt, mi több, jó a visszatett labda, ott a helyzet, 2-0! Bizony, hogy jó lehet, Jacsó Dávid a gólszerző, 28. perc a mérkőzésen, 2-0 a találkozó állása, kapus Barnabás után Jacsó Dávid is betalál. Jó cselekkel, még ez is jó. És most teszi át. Ott a labda lekészítve lövésre, és jön is a szépítő találat. 8-assal Kis Márton. A második felvonás jön is, a Diós Győriek szépítő találata. 2-1 a mérkőzés állása. De ez Dusinski labdája lesz. Dusinski, oly mekkora gól! Vékony oda át, hogyha esetleg ballal kellene előni, de ez látszott az első pillanattól kezdve, hogy Dusinski labdája lesz. 3-1, bődületesen nagy szabadrógás gól Dusinski Szabolcstól. Nem volt esélye itt Kapinak. Vattyán tette ki a jobb oldalra a labdát, és ebből jöhet egy beadás, Vojtko. Inkább lekészíti. Még lesz egy lövés belőle, lesz bizony, nem csak egy lövés, hanem jön egy gól. Lepattantott a labda, 17-essel a szépítő találat szerzője Balázsi Levente. Jól használta ki Balázsi a kínálkozó lehetőséget. Szabari, lepattan róla a Diós Győri játékos, kapus kap nagyszerű labdát, és gól! 4-2! Most kapus Barnabás állítja vissza a két gólos differenciát. Nagyon szépen higgadtan elrúgja a kapus mellett a labdát, 4-2 tehát a mérkőzés hajrájában. Kundrák szép cselekkel, Kundrák már a 16-oson belül, elővi, ott az ötödik! 5-2, nagyon nagy szóló volt Kundráktól. Bevitte a labdát a 16-oson belül elsőre, úgy tűnt egyébként, hogy nem ez lesz a jó döntés, de aztán jól lövi ki a jobb alsó sarkot.